A Sopron együttesét fogadta a Dunaújváros az MB2-es labdarúgó bajnokság 5. fordulójában. Az első félidőt a vendégek kezdték, akik nem szerepeltek túl jól az idei kiírásban, hiszen 4 lejátszott mérkőzés alatt mindössze 1 pontot szereztek. Ennek ellenére Subka Attila gárdája remekül kontrollálta az első játékrészt, a hazaiaknak egyetlen valamire való próbálkozása a felső lécen csattant. A térfélcserét követően Artner Tamás, a hazaiak vezetőedzője, cserékkel igyekezett frissíteni csapatát. Pályára küldte Melcert és Magasföldit is, ettől azonban nem sokat változott a játékképe. Sőt, egy rosszul elvégzett szabadrúgás után Holdamp Gergő zicserét lábbal védte Szűcs Lajos. A kimaradt helyzet azonban megbosszulta magát, ugyanis a 70. percben Eppel Márton távoli megpattanó lövése a hálóban kötött ki. Nem sokáig örülhetett azonban a vezetésnek a hazai csapat. Egy perccel később ugyanis Villám Balázs hatalmas hibáját kihasználta a vendéggárda, így ismét döntetlen volt az állás. A 85. percben Jakab szabadrugását a csapatkapitány Vaskó Tamás fejelte a kapuba, kialakítva ezzel a 2-1-es végeredményt. A játékról nem lehet mondani semmi rosszat részükről, a hozzáállásról nem lehet mondani semmi rosszat részükről, még egyszer mondom, a helyzet kihasználással van igazán problémánk. Nem tudjuk értékesíteni azokat a lehetőséget, amik kellene. Bízom benne, hogy azért az elkövetkezendő időszakban már ezt is sikerül, és elkezdjük a pontok gyűjtését, mert nagyon-nagyon fontos lenne a nyolcadik. A hazaiak vezető edzője a győzelem ellenére sem volt elégedett, hiszen elmondása szerint a vendégek jobb teljesítményt nyújtottak. Artner Tamás hozzátette, a győzelem azonban lökést adhat a további mérkőzésekre. Rengeteg olyan játékosunk van, aki későn került ide, vagy alacsonyabb szintre jött, vagy utánpótlásból, aki nem tudta ezt a szintet még megugrani. Dolgozunk tovább, aztán meglátjuk, hogy mi fog belőle kisülni, de ez a győzelem azért erőt adhat a folytatásra. A válogatott mérkőzések miatt legközelebb szeptember 12-én lép pályára a Dunaújváros Pase. Az MB2-es bajnokság 6. fordulójában a Szolnokhoz látogat a csapat.